Nunkovics Tibor frakcióvezető helyettes a Jobbiktól és Hajnal Miklós a Momentum elnökségi tagja. Jó reggelt kívánunk, jó reggelt, köszönjük, én hogy én én itt vannak. Köszönjük szépen, jó reggelt kívánunk, és mindig eláruljuk, nem, mindig nem, de azért sokszor eláruljuk a kulisszatitkokat, hogy mibe kapcsolódnak van a nézők, hogy de ez nem baj, mert részben kapcsolódik is egyébként a beszélgetésünknek az egyik témájához a koronavírus, a koronavírusra kapcsolatos védekezés, a kormányzatnak az intézkedései. Én ugye azt mondtam, te ugye elmondtad, hogy a közönyben megjelent, hogy minden szabatéri nyilvános rendezvényen is már kötelező hor hordani a maszkot. Nagyon helyes, hiszen felelősség teljesen kell gondolkozni, és a apropóján mondtam azt, hogy Gajdos Tamás pedig a híradóban elmondta azt, készült ezzel kapcsolatosan egy összeállítás, hogy Magyarországon az őszi szünetre minden szálloda megtelt. Minden szálloda megtelt. Ahol mi az összefüggés, Robi, a maszk és a szállodák között? Vagy nem, nem Elmondom ezt, neked, hogy mi, de. hogy ez szerintem felelőtlenség, amikor az emberek azt mondják ilyen helyzetben, amikor tombol tényleg ez a vírus, hogy menjünk-e szállodába, ahol garantáltan jó, nem mondom azt, hogy garantáltan, de jóval nagyobb az esélye annak, hogy elfogad kapni, mint hogyha mondjuk utcán vagy, vagy otthon vagy nem. Hát ami még ide kötődik, és bocsánat, utána most már tényleg adjuk át a szót a vendégeinknek. Adjuk. Szeptember óta többen haltak meg Magyarországon, mint a 83 milliós Németországban, vagy a miniszterelnök úr által hát, labornak tekintett, hogy ezt a szót használta Ausztriában. Önöknek mind a a pártja nagyon komoly kritikával él a jelenlegi járványhelyzet kezeléssel kapcsolatban. Én bízom benne egyébként, hogy a, a szállodákban is megteremtik azokat a feltételeket, hogy azért fertőtleníteni tudja mindenki a kezét, távolságot tudnak tartani, stb. stb. De egyébként teljesen jogos az, hogy egy wellness szállodában mondjuk egy medencében ez. Nem, Ahogy? Hát, fogalmazunk úgy, hogy nehezen kivitelezhető. Tehát, tehát ezzel, ezzel kapcsolatban szerintem is tere lenne nagyobb elővigyázatosságnak sokak részéről, ha itt az egyéni felelősséget keresünk. Ha a kormány felelősségét nézzük, akkor, akkor ez egy összetettebb kérdés. Jelenleg azt látjuk, hogy Magyarországon ez naponta változik, de van olyan nap, hogy csinálnak 6 ezer tesztet, van olyan nap, hogy csinálnak 12 ezer-et. A nagy probléma az az, hogy a tesztelt eseteknek nem az 5 a vagy 3 vagy 4 a az, ami pozitív, hanem 15 a Tehát azt látjuk, hogy kicsúszott egyszerűen a kontroll a, 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 kormány kezei közül. Most már nem arról kell beszélgetni, hogy jól vagy rosszul kezeli ezt a járványt a kormány, gyakorlatilag ez, ez, ezt már nem nagyon lehet kezelni a mostani stádiumban, és ezért én egyébként ennek a döntésnek, hogy kötelező a maszkordás a foci meccseken, meg sportrendezvényeken, és egyébként a szabadtéri rendezvényeken is, én ennek örülök. Szerintem ez egy jó döntés, szerintem egyébként megkésett, de jó döntés. Egyet tudok érteni, tehát egyébként tényleg meg kell különböztetni a klasszikus szállodákat és a wellness szállodákat, azért ha valaki egy csima egy szállodába megy, akkor nem biztos, hogy annyit találkozik emberrel, mert vagy a szobájában van, vagy egyébként nézi a várost vagy a környéket, ahová éppen ment, maximum esetleg az ebédlőben tudnak nagyobb számban összejönni Itt a az a emberekben, ami... de ez ami kivéthető, hogyha valaki mondjuk a szobájába kéri a reggelit vagy, a, vagy az ebédet. A döntésnek én is örülök, én abszolút viselés párti vagyok mm. nagyon régóta. Ezt Tehát el is a, mondhatjuk, a hogy mindketten tényleg úgy érkeznek meg, a hétről hétre ide az ATV stúdiójában, tényleg el kell mondjuk, hogy mindig annak önökön maszk, maszkit veszik le a stúdióban velünk együtt. Igen, igen. A múlt héten, amikor a, a naphírében voltam, akkor kaptam is a fejemre, hogy hát miért nincs a, a stúdióban rajtunk maszk, de akkor természetesen mindig elmondom, hogy itt a munkatársakon is folyamatosan rajtuk van a felvétel előtt, a felvétel után itt meg azért megvan az a kellő védő távolság, ami ilyenkor ö, ö, szükséges. És a kormány intézkedéseivel kapcsolatban fontos elmondanom, hogy abszolút megkésett. Te, teljes mértékben kihagytuk a nyarat a védekezés szintjén, szabadjára engedtük a hogy is mondjam, az embereket, ami persze nyilván egy jó dolog volt egy, egy bezárás után, akkor még nem tudtuk, hogy pontosan mivel nézünk szembe, de a nyarat pont arra kellett volna fordítani, hogy ennek a, a helyzetnek, a járványnak a komolyságát azt átvigyük az emberekbe, és ők is úgy tudják, úgy tudjanak ehhez hozzáállni, ahogy, ahogy egyébként kellene. De azért azt is tegyük hozzá, Nunkovics úr, hogy minden ország így, így élte a, a nyarát. Tehát nem volt semmi szóval szóval korlátozás... Biztosan. Én Olaszországban töltöttem a nyarat, hogy biztonságban legyek a Balaton helyett, Igen. és a tengerparton sem lehetett maszk nélkül egy fagyit sem venni. De ott nem és volt, mindenhol volt. Nem kötelező volt ez emberek fegyelmezettségével. Nagyon-nagyon nagyon volt fegyelmezettek bízva. voltak, nagyon, nagyon távolság. Hát jó, nálunk is a Balatonon is lehettek volna, de szerintem most lépjünk ezentúl. uraim. A véleményükre leszünk kíváncsiak a Krisztinával, mert pont az előtérben azt kérdeztük, meg itt a beköszönésnél is említettük, hogy biztos nagyon boldog ugye a DK mellett, mint a Momentum, mint pedig a Jobbiknak a pártja, hiszen az Ávetsz Leugója felmérése szerint ez az első három olyan párt, ami az ellenzéki pártok közül a legmagasabb támogatottsággal bír. Van-e mégis valamilyen keserédes íz a szájukból, hogy a DK mégis csak élen áll ezen a felmérésen? Nyilván azért az ellenzéki pártok között is van egyfajta versengés, tehát hogyha ezt ne nézzünk hülyének senkit, ha ezt nem, nem akarjuk kimondani. Ez a versengés amúgy most ebben az időszakban én azt gondolom, hogy hátrébb szorult, hiszen egy a célunk, hogy 2022-ben leváltsuk a, 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 Fideszt, és egy olyan rendszert állítsunk fel, amely demokratikusabb, és, és az embereknek egy élhető Magyarországot hozzunk létre, ez az elsődleges és legfontosabb. Én természetesen örülök neki, hogy a Jobbik esetében egy Egyébként ez egy növekedést jelent, mi ugye a, a mi támogatottságunk az ugye növekedett, és így értünk be most a, a, a Momentum mellé, de hát ezek az adatok, ezek folyamatosan változnak. Nyilván az az elsődleges célunk, hogy a, a DK mellé ismét felzárkózzunk, és majd a jobbik legyen Magyarország Mitől tartanak egyébként a legjobban? Pályat. Elnézést, a, 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 az összefogás feladataival kapcsolatban ugye van számos előválasztási kihívás, vannak tartalmi kihívások a közös programmal kapcsolatban, választani kell valamikor majd közös miniszterelnök jelöltet, melyik tűnik a legnehezebb diónak, legkeményebb diónak? Tartani talán egyiktől sem tartok, mert ezeket mm. szerintem már minden párt elfogadta, hogy ezek sok szempontból kötelező feladataink. Az biztos! Ez egyszerűen politikai kötelezettségünk a, a jelenlegi helyzetben következik a választási rendszerből, következik abból, hogy tíz éve itt hogyan építik le a jogállamot, és, és örülök annak, hogy itt, hogy is mondjam, lassan minden párt azért elkötelezett, azt illetve minimumként már leszögezhetjük, hogy egy az egy ellen indulunk a választókerületekben, és hogy közös programot írunk. Nyilván van még egy csomó másik kérdés is. Szerintem ezeket ö, idővel meg fogja tudni válaszolni az összes párt. És szerintem olyan válaszokat fogunk tudni találni, akármilyen útra is megy az ellenzék, amiben végül egyfajta konszenzus lesz. Szerintem a legfontosabb az az, hogy bármilyen program mellett dönt majd az ellenzék, bármilyen jelölteket állít majd az ellenzék. Utána kell egy kitartás, kell egy összetartás. A Fidesz elképesztően mozgósít, kampányol, és próbál konfliktust is szítani, akkor, amikor azt látja, hogy nagy a tét. Ezt láttuk egyébként az előző időközi választáson is. De a mozgósítás a... és a kampányolás az egy feladat? És aztán jön az a rész is, ami, amit már inkább neveznék, hogy is mondjam, lejárató kampányoknak, karaktergyilkosságoknak és minden egyébnek. És erre is fel kell készülni. És ha az a kérdés, hogy mi lesz a legnehezebb, hát személy szerint én ezt tartom a legnehezebb részének, mert, mert, nyilvánvalóan van egy szakma, vagyunk politikusok is, de ugyanúgy mi is emberek vagyunk, és ezzel a megpróbáltatáson majd 106 embernek, meg egy miniszterelnök jelöltnek keresztül kell menni. A szerencsi időközi választás apropóján egyre több ellenzéki politikus elemző említi azt, hogy talán jobb lett volna, persze azt is mondják, hogy ha több idejük lett volna, akkor lehet, hogy több lehetőségük lett volna egy jobb, alkalmasabb, kevésbé támadható jelöltet állítani, mint Bíró László. Most tudom, hogy önnek nehéz helyzete lesz ebből adódóan, hogy most merőszintén válaszolni, vagy nem merőszintén, vagy akar-e, vagy tud-e, de hogy ön például, hogyha tényleg nagyobb beleszólása lett volna, akkor más előttet állított volna, mint bíró? Nem tudok nem őszinte lenni, tehát én mindig úgy jövök ide a stúdióba, vagy politikusként úgy szólalok meg, hogy én, én őszinte vagyok, szerintem aki ismer, ezt tudja is róla, meg talán le is jön még így a tévén keresztül is. Én azt gondolom, én ismerem a bíró Laci, tehát most már talán hat éve vagyunk jó kapcsolatban, munkakapcsolatban, és higgyék el nekem, hogy nyilván leszámítva azokat az ominózus kommenteket, tehát az, az kártagadni, az egy, az egy borzalmas dolog volt, bocsánatot is kért, érte többször, szerintem még fog is egyébként az élete során lesz olyan pillanat, amikor emiatt uh -huh. bocsánatot kell kérnie, na de a többi dolog az, az, az folyamatosan bizonyult bizonyítást nyer, ugye most már ítélet is van róla első fokon, hogy hazudtak vele kapcsolatban, és egyébként még lesz ilyen nagyon sok, de ha lemennek oda Borsodba, abba a választókerületbe, én rengeteget voltam ott az elmúlt másfél-két hónapban, akkor, akkor higgyék el, hogy el, nagyon sokan elismerően beszélnek Bíró Lászlóról, és nem véletlen ez a szoros eredmény, tehát most már azért bejöttek a, az átszavazásos szavazatok is, meg a külföldi szavazatok is, és azért jóval szorosabb eredmény született, tehát 5%-on belőre ért Bíró László ugye a Fidesz jelöltjével szemben. Egy olyan választókerületben, ahol, ahol a Fidesz nagyon erős volt. Tehát 50% fölött szerepelt akkor is, de azért egy jóval nagyobb különbséggel. És én azt gondolom a jövőre tekintve, tehát a 2022-es választásra kitekintve, hogy ez az eredmény az igenis bizakodó, mert a Fidesz veszített ott az erejéből. Ha csak azt nézzük, hogy egy hasonló részvételű választással hasonlítjuk össze, tehát az önkormányzati választással, vagy éppen az EP választással, ugye ott volt hasonló részvételi arány, akkor azért a Fidesz komoly százalékokat bukott az ellen, ellenzék pedig komoly százalékokat erősödött. De nyertek? Nyertek, nyilván, ezt nem, lehet, ezt nem lehet elvitatni. Azt már azért tegyük hozzá, hogy láttuk mi is, hogy milyen módszerek kellettek ahhoz, meg milyen úgymond mozgósítás, hogy, hogy ezt meg tudják nyerni. De önök is tudtak volna más, hát azért én nem szeretnék úgy választást nyerni tíz év kormányzás után, hogy krumplit kell osztanom hozzá. Ja, 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 mert hogy az, meg azt történt, tényleg elfelejtettem, hogy a Péter a parlamentben Ugye csinált Laptok a gerilláját. még borsóban, tehát ott abban. volt minden. Minden. Megfélemlítés. Én, én, csak egyetlen dolgal csatlakozni kell erre, itt szó volt arra, hogy a Fidesz veszített a támogatottságról, és egyébként az Ávec kutatásnak, amiről az előbb beszéltünk, nyilván minden kutatásban megkérdezik a pár preferenciákat, de hogy is mondjam, talán nem ez a legmeglepőbb része. Inkább nem, nekem az volt a, a, hogy is mondjam, egyrészt valahol sokkoló, hogy, hogy milyen sokan 57 százalék, mondta talán azt, hogy rossz irányba haladnak a dolgok Magyarországon, Igen. és én nem emlékezem, hogy mikor mondta, hogy erre <kül> ezt ennyien. Másrészt 4%-ot csökkent a, a kormánypártoknak a támogatottsága. És, és amikor pártok egy-kettő százalékot mozognak, akkor mindig lesz egy elemző, aki elmondja, hogy hát ez hiba határ így, meg elmondják, hogy hát be vannak fagyva a viszonyok, négy százalékos mozgás, kevesebb, mint fél év alatt, azt, azt, azt nem lehet úgy lemondni, mint hogy nem egy politikai ítélet nyilvánítás, zajlik. Ez már hiba határ. És, és, ez, ez abszolút azt jelenti, hogy, hogy itt azért, még az első hullámban inkább úgy tűnt, hogy a, a, a Fidesz talán még erősödött is, Uh, addig a második hullámon itt egyre többen látják, hogy félre van kezelve ez a válság. Nagyon érdekes uh, csoportokat szerzett meg, igen, a Fidesz az a koronavírus uh, első kezelése hulláma után a vidékiek közt, a diplomások közt, ahol nagyon régóta veszíti a népszerűségét, és a fiatalok közt szerzett uh, uh, támogatókat, akik között nagyon régóta veszíti a népszerűségét, és pont ez a két réteg a, a diplomások és a fiatalok újra uh, visszaestek uh, most ebben az újabb mérésben. Még egy fontos dolgot hadd kérdezzünk, van még egy hely, nem csak Bíró László körzete, Tata, ahol nagyon erős a Fidesz. 2006 óta Mikli József Tata Fideszes polgármestere. Hadd kérdezem a véleményet ön, mint a térségképviselője. Az Avalonnal vívott harcukkal kapcsolatban az Öregtó partjára egy ötcsillagos, hatalmas szállodát akarnak építeni. Nagyon-nagyon erős a helyi ellenállás, népszavazási kérdéseik közül is többet elfogadott a, a bizottság, és most éppen visszakozni látszik az építető csoport, azt mondják, hogy kisebb szállodát, de még mindig építenének. Így van, azt azért nagyon fontos elmondanom, hogy hogy a pártok kivonultak ebből a, a témából, támogatólag ott vagyunk, akárcsak az SFL kérdésében. Volt egy ilyen kérdés? Én szerintem ez automatikusan jött, tehát ott, ott van egy olyan annyira erős civil kezdeményezés, ugye nagyon ez a, erős. a Stop Avalon csoport, amely... amely Igazából nem volt ilyen kérés, én legalábbis nem tudok róla a pártok felé, de de nyilvánvaló volt, hogy nekünk itt a, itt a háttérből kell segítő jobbot nyújtanunk, és ha, ha kérnek valamilyen Ez segítséget, azt az meg Ugyan kell tennünk. Hát például itt a, a helyi tagjaink is segítenek az aláírás gyűjtésben, illetve ha szükség van erre, akkor nyilván még nagyobb számban tudunk ebben segíteni nekik. De látszik a városnak az akarata és a polgármester ennek ellenére is folyamatosan szembe megy. Ugye ők mindig azt hangoztatják, hogy. Igazából itt, itt nem a tatai többségnek a, a hangja ez, amit a Stop Avalon képvisel, hanem, hanem ö, nem tataiaké, meg az ellenzéki politikusoké. Tehát próbálnak egy ilyen politikai fennhangot adni ennek az egésznek, ami igazából nincs. Tehát ez tényleg egy helyi ügy, és a, a helyiek ö, messze menőkig kiállnak az öregtó mellett. Hát nekik ez a legnagyobb kincsük, igazából, vagy az egyik legnagyobb kincsük ott, ott Tatán. És nyilvánvaló, hogy. hogy nem akarják ezt a, ezt a beruházást, ezt el kell fogadni a városvezetésnek. Kész. Gyors reakció. Nunkovics úr már elmondta, hogy ez jelenleg egy ö, elsősorban civil kezdeményezés, de a momentum részéről is el tudom mondani, hogy mi is maximálisan támogatjuk ezt a kezdeményezést. Muszáj lesz 30 másodpercből válaszolniuk. Nem sajnálják-e hatházi ákost, hogy lehet, hogy ma ö, nagyon kevés emberrel az ellenzéki pártok támogatottsága nélkül? Kezdje hajnalul, mert majd... most kevesebb szóhoz jutott, bocsánat. Jó, jó a, a kérdése, csak hogy hat válaszoljon ő előbb. Akkor válaszolok gyorsan a nem, nem, nem fejezte be Nem, de akkor biztos, hogy hogy hát, hát, mit akartam. Ma, ki. ma Nekem ugye kettő iknál. fontos demonstráció is lesz, az egyik az MTV-nál, a másik az sff nél én, én, mindenkinek itt megint az egyéni elővigyázatosságra bízem, hogy részt vesz Én érték alapon azt tudom mondani, hogy egyébként mindkettő céljával egyet értek. Tehát szerintem a propagandával szemben is jogos tüntetni, és az SFF mellett is fontos kiállni. Bizonyos szempontból szerencsétlen, hogy kettő tüntetés is van ma. Egyetértek, nem a legjobb megoldás, de hát ez van, mindenki döntse el, hogy hova szeretne menni, de hát hatáziákos valahol magának is köszönheti ezt a fajta részvételi arányt. Ez egy másik beszélgetés témájuk. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Köszönjük, Köszönjük szépen.